semmifajta ok arra, törvényes ok arra, hogy az önkormányzatokat feloszlassák közel egy évvel a választások előtt, nincsen, de meg fogják csinálni valószínűleg. Valami közben nem jön a nyugattól, nem kell félni, ők nem fognak ebbe a kérdésbe felszólalni. Elsősorban azért, mert ugye olyan taktika zajlik Zelenszky részéről, hogy ezt a hullámot, amely teljesen irracionális Ukrajnában, kell meglovagolni annak érdekében, hogy az önkormányzatokban is többséget szerezzenek, hiszen a taktika arra épül, hogy lényeges kérdésekben nem nyilatkozik, vagy pedig kétértelműen nyilatkozik, így meg tudja tartani a keleti és a nyugati szavazótáborát is, hiszen se a háború és béke kérdésében, sem a nyelvi oktatási kérdésekben, sem a gazdasági kérdésekben, sem a gázára kérdésekben még semmifajta nyilatkozatot nem tett, sőt, nem is engednek senki mást, hogy nyilatkozzon rajta kívül, hogy próbálják azt mutatni, hogy itt tulajdonképpen az önkormányzati választásokban és Zelenszkyre szavaznak az emberek. A legnagyobb filozófiai dolog az, hogy Ukrajnában a posztmodern legyőzte a modernt, hiszen Zelenszky és a párt tulajdonképpen nem valóság, hanem egy szimulakrum, egy kép a televízióban, és az embereknek a fejében meg van tervezve és adagolnak. Senki nem tudja elmondani, hogy a 256 képviselő közül kicsodák ezek az emberek. Kicsodák ezek az emberek, hiszen semmifajta politikai múlttal nem rendelkeznek. Például Zaporozse körzetben az egyik nagy gyárost, a Motorszics nevű hatalmas vállalatnak a vezetőjét egy esküvői fotós győzte le, aki életében sehol nem dolgozott, csak esküvőkön fotózott, vagy pedig Ungvárról a két jelölt, aki a listán bejutott a parlamentbe, az egyik az nagyvőfé, tehát lakadalmak szervezésével foglalkozott az elmúlt 10 évben, másik pedig munkanélküli. És ilyen a képviselőknek a 70%-a, tehát tulajdonképpen csak egy képet mutatnak a népnek, és majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog ütközni a valósággal. Azonban, hogyha még gyorsan kiírják az önkormányzati választásokat, akkor még kitarthat ez a lendület. Abban a pillanatban, amikor a valós kérdésekben kell majd megnyilatkozni, ez a szavazótábor igen meredeken fog majd csökkenni.